Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kiemelkedő számban nyílnak meg új kormányablakok szeptemberben az országos átlaghoz képest. A vásáros naményi volt a 139. Itt egy 270 négyzetméteres akadálymentesített épületben várják az ügyfeleket. Ez önmagában is egy rekord, amit Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felállított. Országosan pedig mintegy 278 helyszínre tervezzük kiterjeszteni a kormányablakok országos hálózatát. Az átadó ünnepségen elhangzott, ebben a régióban még kiemelkedőbb szerepe van a kormányablakoknak a többi megyéhez képest. Ügyfél az van nálunk gazdagon, ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, most ha csak a foglalkoztatási oldal, ugye a regisztrált munkanélküliek számát veszem alapul, itt ugye a megyében majdnem annyian vannak, mint ahányan a Nyugat-Dunántúlon összesen, tehát magyarul a probléma is nagyobb, ezért az eszközrendszert is itt ugye föl kell olyan mértékig hozni, hogy ez elvi lehetőséget tudjon arra adni, hogy azok az ügyfelek, akik az állammal szeretnének kapcsolatba kerülni, akár ugye egy jogosítvány kapcsán, vagy egy útlevél kapcsán, vagy bármilyen más mondok, akkor neki valóban ott a lakóhelye környezetében, közelében legyen erre lehetőség. Jelenleg több mint 420 ügytípust intéznek a kormányablakokban az állampolgárok, de ezt a számot 1000 fölé kívánják emelni. A kormány tervei szerint a közeljövőben a forgalmasabb vasúti csomópontokban is nyílnak majd kormányablakok, illetve növelik az elektronikus ügyintézések számát. Szabolcs megyében ugye 8 kormányablak működik, most itt, ahol vagyunk, ez lesz a 9. 90 ezeret meghaladja az ügyfelek száma. Országosan 1 millió 700 000 ügyfél fordult meg a kormányablakokban az első fél évben, tehát július 1-ig, mintegy 2 millió ügyet intéztek, tehát azt gondolom, hogy felfutóban van részben a száma miatt is, meg hát az ismertsége. Szabolcs megyében mértünk önkéntes mérés alapján 56% a kormányablakok ismertsége ma már. A Nagykállói a 140. kormányablak, amely 8 munkaállomással és egy fotófülkével teljesen akadálymentesített épületben közel 300 négyzetméteren működik csütörtöktől. Itt a kormányablakban több mint 2000 ügyet el fogunk tudni intézni. Tehát ennek eddig volt számításaim szerint 150-200, de volt egy 50-60, ami útlevél, jogos, stadadada, most ezt nem sorolom föl. Most lényegesen más szolgáltatásokat kínálunk a lakosság felé, a legalapvetőbb dolgokat is el tudjuk intézni, vagy pedig azokhoz a szervekhez tesszük át ezeket az ügyeket, amelyek ezekben az ügyekben illetékesek. Tehát olyan informatikai rendszerrel rendelkezünk, amely alapján kellő mértékű felvilágosítással és ügyintézéssel tudunk szolgálni. Tehát ez egy minőségi változás. Csak Nyíregyházán több mint 84 ezeren keresték fel a kormányablakot. Az eddigi mellett mostantól 2 új kormányablak is várja a lakosságot. A legfontosabb, hogy modern legyen, hogy átlátható legyen, és ami a legeslegfontosabb, hogy minél rövidebb időt kelljen itt tölteni bent a hivatalban egy ilyen ügyintézéskor, elmondtam az adatokat, hogy több mint 90%-ot 15 percen belül elintéznek, tehát azt gondolom, ez egy nagyon fontos szám. A közigazgatás fejlesztési program célja az elégedett állampolgár, valamint egy hatékonyan működő, egységes és integrált intézmény, amelynek segítségével megvalósul az egyablakos ügyintézési rendszer.